A következő jelenetben arra készülünk, hogy átvegyük Orosz Barbarát, a Kult TV népszerű műsorvezetőjét, akiről megtudtuk, hogy régi álma az, hogy legyen egy olyan ruhászponzora, aki gyönyörű ruhakölteményeket ad neki. Pontosan ezért Barbarát elküldtük egy áruházba, kiválasztotta a ruhákat, nagyon tetszett neki, amit ott látott, és most már csak a szerződés aláírása volt hátra. Barbara és ami beépített szerkesztőnk tehát felkerekedtek és elmentek a tulajdonos házába, hogy aláírják a szerződést, ami viszont olyan lehetetlen pontokat tartalmazott, amit egyszerűen képtelenség aláírni. A tulajdonos viszont a kellő pontban, ahogy önök is látni fogják, megzsarolja Barbarát, hogyha nem írják alá azt a szerződést, akkor akár erőszakot is alkalmaz. A Faragó úrhoz jöttünk. Igen, igen. Hát nincs valami olyan helyen, ami könnyen megközelíthető. Miben el is tévedtem egy kicsit. Köszönjük szépen. Jó estét. Faragjanak be. Épp most jöttek meg a vendégem. Lerakom, jó? Szervusz, szia. Jó esőt felnök, megjöttek a vendégek. Ó, kezdj csókolom. Jó estét. Üdvözlöm, Faragó Gábor. Jó estét, Gábor. Igen, telefonon. Hát mit mondjak, nem olyan könnyű ide találni. Itt azért egy kicsikért el is tévedtem, de a telefonon beszéltünk, Barbara. Valamit esetleg inni, egy bort? Nem, mert véletlen izé van. Siófokra kell még lemennem. Úgy. Ilyenkor? Ja. Igen. Nagyon csinos. Köszönöm szépen. Hát ez meg nem egy semmi palota. Igyekszünk. Hát, én nem tudom, nem láttam kint az üzletet, úgyhogy nem tudom, hogy milyen. De a kisasszony látta, én úgy tudom. És hogy tetszett? Hogy nem próbált fel egy ruhát sem, az az információm, hogy... Azért nem próbáltam fel, de magánemberként biztos nem vásárolok, annyira nem keresek jó alakú. Vagy annyira nem tetszik a ruha? De az biztos... Nagyon tetszett, nagyon. Volt rajta egyébként ruha már? Nem volt még sem? Muszáj nem fölpróbálni ezt. Az üzletre, vagy nem volt időre, vagy... Tudom, hogy jól fog állni, tehát ez az a stílus, amit... De mi, milyen stílus? Bíztam benne én is, hogy így gondolja. Hát, beszéljünk a saját üzletünk, engem az sokkal jobban érdekel. Jó. Mindjárt valahogy idehozom a szerződést, ahol raktam. Jó. Perc türelmet kérnek, jó? Jó. Mindjárt jövök. Jó. Na, akkor nézzük, menjünk végig rajta. Azt mondja, hogy képviselő váltóművész az ügynökség által rendezett valamennyi rendezvényen díjmentesen az ügynökség által biztosított ruhákban megjelenik, tovább a műsorvezetőként is kizárólag ügynökség által biztosított ruhákat viseli, szerintem ez is tök természetes. Így van. Bár azt nem tudom, hogy ez, hogy mennyi rendezvény, az Barbara múlik az időbeosztáson, hogy... Hát én azt gondolom, ennek bele kell férni, hogy a cég rendezvényein is. Hát ez nincs túl sok rendezvény a cégnek, de én olyankor elvárom azoktól, akiket szponzorálunk, hogy megjelenjenek ezeken a rendezvényeken. Természetesen a mi általunk adott ruhadarabokban. Tehát csak azért, mert... Engem a következő pont érdekel, meg a Tamás. Igen. Azt nézzük meg. Azt mondja, hogy képviselő válja, hogy ügynökség számára RTL Klub televízió csatorna hetente 2x10 másodperc reklámidőt biztosít kereskedelmi főműsoridőben. Nem akarok beleszólni, de az RTL-ben hol? De most itt a reklám. Én nekem a reklám a fontos, maguknak meg a műsor. Nyilvánvaló, de ez itt most, tehát arra beszéltünk, ez hogy... Ez a Tamás telefonon, ezt mi megbeszéltük, úgyhogy nem hiszem, hogy ez problémát jelent. Nem, a telefonon azt beszéltük, hogy természetesen megkapja, de mondjuk nem 10 másodpercet mondtunk, hanem 5 másodpercet, de én akkor kifejezetten azt mondtam, tehát ez lehet, hogy a sales is beszélt már erről. Tehát az arról volt szó, és ez így szokás. Én kifejezetten emlékszem arra, hogy mi ezt telefonon megbeszéltük. 10 másodperc, és működik nem közvetlenül a műsoridő után, hanem bárhol a főműsoridőben elhelyezve. Nem, biztos, hogy nem mondtam. Tehát olyan soha nincs a... Akkor most én kitalálom ezt a dolgot. Hát nem, csak... Az rendben van, de... Barbara a ruháit viseli, tehát ugye ez szokott történni. Tamás. Tehát olyan, hogy most reklám... Én úgy érzem, hogy azért jöttél ide, hogy most csak az időmet rabold el. Tehát mi azt beszéltük meg, hogy kapok 2x10 másodpercet az RTL Klubon, és most itt állunk, és azt mondod, hogy én ilyet nem mondtam, akkor valószínűleg én hazudok a saját házamban, és meghívtalak titeket, csak azért, hogy elbasszam az egész estémet. De nem. Hangozni, egy pillanatra, ha csöndben maradnál, nagyon megköszönném. Egy pillanatra, ha csöndben maradnál. Tamás, nem ezt beszéltük meg? Az biztos, hogy nem mondtam, az tudja, hogy nem mondtam, miért soha senkinek nem mondok, hogy reklámspotot kap azért. Figyelj, mondtam, millió ribancot fölöltöztettem már életembe, pont ez egy jelent majd gondot nekünk?
Mi kettőnknek? Nem tudom, hogy gondot jelentene, ez az egyik, mondjuk nem ribanca Barbara. Az én házamban én úgy beszélek, hogy én akarok. Szeretném, hogyha ezt mindannyian tisztában látnánk. A maga házából nagyon köszönjük a meghívást, de szerintem ennyire nincsen szükségem erre a cégre. Én nem gondolom, hogy végig kell hallgassuk egymást. Köszönöm szépen, én a Tamással szeretnék beszélni. Ezután is meg fogjuk oldani. De nagyon szépen köszönjük, hogy a Milton Ibanc között ránk is... Foglaljon nyugodtan helyet, nem kell elmenni még. Szerintem ezt a szerződést meg kell, hogy beszéljük, Tamás. Szerintem nincs miről beszélni, tehát biztos vannak lányok, akik örömmel felveszik. Természetesen. Millióan vannak. Nagyon köszönöm. Látjuk még őket a tévében? Hát Tamás, szerintem ő biztos, beszéljük ezt a szerződést. Gábor, tehát én olyat nem tudok felállítani. Én nem mennék el a helyébe innen, mielőtt nem jön. Gábor, olyat én nem tudok aláírni, hogy 10 másodpercet kap. Egyrészt az RTL-es semmi közünk nincsen. Szerintem nem elég beszélni, hanem üljünk le és beszéljük át a szerződést. Gábor, ezt nem tudom. Ha igazán képben lenne, akkor nem kérne életben. Én mindig képben vagyok. Én mindig képben vagyok. És pénzzel mindent meg lehet oldani, úgyhogy jobb, hogyha befogja a szemét. Jó, hát pénzzel sok mindent meg ebben lehet oldani. Ebben a témában én azt gondolom, hogy én vagyok a mérvadó. De pénzzel sok mindent meg lehet oldani, de szerintem azt, üljenek vissza és beszéljük át ezt. Gábor, mi kijöttünk ide Budapestről a stúdióból legalább 60 kilométert. Én pedig elszúrtam az egész estémet arra, hogy itt vártam őket, és késve érkeznek, és utána sértegetnek a saját házat. És utána leülünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy nézzel, nem tudom, hogy maga milyen lányokkal biztos, beszélgetek. Biztos ki kellett őt hozni ide? Én egy olyan lány vagyok, elnézést, aki nem veszi fel a magam hogyha én, nekem az nem jó. Tetszik. Ne kell ezt még egyszer elmondani, de szerintem üljünk itt vissza együtt. Jó, köszönjük szépen, majd ha esetleg úgy gondolja, hogy lehet ebből valami, akkor majd visszatérünk rá. Ez így teljesen hülyez az ember. Ez pazarolt kajon. Ez teljesen őrült. Na jó. Menjünk. Nem mennek még sehova. Dehogy nem elmegyünk. Nem, addig ameddig a góri aztán mondja, hogy nem. Addig jöjjenek vissza szépen, és valamikor felülünk, addig nem. Hagyjon már békén! Gyere, abba! Jöjjenek befele. Én a médiában dolgozom. Ja, csak tudják meg ezt. Azt hiszed, hogy te csak így simán kiléphetsz innen, ülj ide le a fotelba. Gábor. Azt hiszitek? Nem tudom magáról, de így azért nem válhat vele. Ülj le oda, te kis simán. Nem fogok én itt veled vitatkozni, üljél oda le. Köszönöm szépen. Azért jöttünk itt össze, hogy beszélgessünk. Gábor, nem. Nem azért, hogy ti kirohanjatok a házból és eljátszatok Zrínyit. Nem ezért Gábor. Gyűltünk itt össze, hanem azért, hogy ezt a szerződést megbeszéljük. Ezek az én feltételeim. Nem magam ruháit, már pedig ezután az incidens után biztos, hogy nem akarom, akkor nem is fogom. Nem is fogjuk felvenni. Most aláírhatom ezt a szerződést, de úgyse ér semmit az egész. Én úgy gondolom, hogy megéri aláírni a szerződést, mert hosszú távon mind a kettőknek egészségesebb lenne. Figyelj, miért? Mi az egy egészségesebb? Minek öltöztette maga egy ibancot? Most nézd meg! Mert az összeset én öltöztetem azért. Dekoratív, vékony lány talál. Tökéletesen megfelel arra a célra, amire nekem kell. Jó? Fölveszi a ruháimat, és kész. Maga pedig Tamás aláírja nekem a szerződést, hogy nekem is jó legyen, hogy többször megjelenjek, hogy többször ott legyek, mindenkinek megfeleljen. Maga mindig így szokott bánni az üzlet feleivel? Hát csak akkor, ha nem értik meg a saját érveimet. Amik egyébként mindenki számára kezelhetőek voltak eddig. Emészthetőek, nevezzük így, ebben az esetben. Én megmutatom nektek, hogy mi történik azzal, aki velem szórakozik. Hogyha érdekel titeket. Egyszerű a történet, és így jár az, aki belénköd. A készátverésben benne lenni szerintem nagyon nagy pillanat. Úgyhogy nézz körül jól, gondold át, hogy mit mondtál, és közben arra is gondolj, hogy ez bizony benne lesz a készátverésben. Üdvözöllek Argentinában!